estét kívánok, köszöntöm Önöket! Március 24-e csütörtök van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. 5 darab új Volvo busszal találkozhatnak a Volánbusz utasai Győr térségében. A több mint 417 millió forint értékű fejlesztés a legmodernebb körülményeket biztosítja az utasok számára. 6 jótékony cég konténereket és wifi hálózatot adományozott a Vöröskeresztnek. A karitatív szervezet csak Győrben több mint 200 menekültet lát el a Zrínyi utcai telephelyen. Idén először most szombaton ismét kinyit a Ménfőcsanaki termelői piac. Több mint 50 árus, többségében helyi kistermelők települnek majd ki a Bezerédi kastély udvarára. 5 darab új Volvo autóbusszal találkozhatnak a Volánbusz utasai Győr térségében, és napokon belül 5 új Mercedes távolsági busz is érkezik a megyébe. Ezt csütörtökön sajtótájékoztatón jelentette be Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő és a Volánbusz elnök vezérigazgatója. Az eseményen elhangzott a 95 férőhelyes, légkondicionált, utastájékoztatási és kamerarendszerrel is felszerelt akadálymentes járművek összértéke több mint 417 millió forint. Az új buszok a győri telephelyen állomásoznak és a térségben teljesítenek majd szolgálatot. A vidéki buszpályaudvaron sorakozott fel az az 5 Volvo autóbusz, ami már szolgálatba is állt a győri térségben. A modern, 95 férőhelyes, légkondicionált, környezetbarát dízelmotorral, elektronikus utastájékoztatási és fedélzeti kamerarendszerrel is felszerelt járművek több mint 417 millió forint értékűek, és gyors, illetve kényelmes és biztonságos közlekedést biztosítanak az utasok számára. A mai napon 5 Volvo típusú modern autóbuszt fogunk átadni, és ahogy a bevezetőben elhangzott, rövidesen pedig érkezik még 5 másik autóbusz is, amelyek a helyközi közlekedésben erősítik a győri telephelyet, illetve javítják az utazási feltételeket, azok pedig Mercedes autóbuszok lesznek. Hogyha megnézzük ezeket az autóbuszokat, akkor annyit láthatunk, hogy alacsony padlózatúak, modern dízelmotorral, környezetbarát dízelmotorral ellátottak, kényelmes utas közlekedést biztosítanak, és egy komoly utas tájékoztató rendszerrel is felszereltek. Napokon belül másik 5 Mercedes típusú távolsági busz is érkezik a győri telephelyre, ezek inkább hosszabb távokon állnak majd munkába, mint például a Győr-Balatonfüred vagy a Győr-Zalaegerszeg vonalak. A Volánbusz elnök vezérigazgatója az elmúlt évek beszerzéseit is felsorolta a sajtótájékoztatón. 2018 és 2022 között 1800 darab új autóbusz érkezett Magyarország útjaira, és jelen pillanatban is 1000 darab új busz beszerzésére van folyamatban közbeszerzési eljárás, és hogyha minden jól megy, minden szerencsésen alakul, akkor 2023 elejére meg tud érkezni ez az 1000 darab újabb autóbusz is, amivel el tudjuk azt érni, hogy a magyar autóbuszos állomány, Magyarország autóbuszos állomány, a Volánbuszos autóbuszos állomány 45%-a megújult 2018 óta, és el fogjuk tudni mondani, hogy európai szinten is kiváló értékkel, 8 éves átlag életkorral rendelkeznek az autóbuszos flottáink. A tájékoztatón elhangzott, még ebben az évben 13 elektromos busz is érkezik Győrbe, ezek szintén a közösségi közlekedést népszerűsíthetik. A Volánbusznak ugyanis kiemelt célja átszoktatni az eddig autóval utazókat a modern, kényelmes buszokra, itt a kisalföldi megyeszékhelyen és a régióban is. 6 jótékony cég konténereket és wifi hálózatot adományozott a Magyar Vöröskeresztnek. A vállalkozások első szóra a jó ügy mellé álltak, mert fontosnak tartják nem csak a kárpátaljai magyarok, hanem a háború elől menekülő ukrán állampolgárok támogatását is. A konténereket tárolási célra használják, míg az internet az otthon maradottakkal való kapcsolattartásban segíti a menekülteket. Csak Győrben több mint 200 rászorulót látnak el a Zrínyi utcai telephelyen, nekik segítenek most az adományozó cégek. A két konténer már a helyén, és hamarosan a wifi hálózat kiépítésének is nekiállnak a szakemberek. 6 cég fogott össze a jó ügy érdekében, és segítenek a Magyar Vöröskeresztnek, rajtuk keresztül pedig a rászorulóknak. Régóta van jó kapcsolatunk a Vöröskereszttel, támogatjuk, ahogy tudjuk, lehetőségeink, ahogy adódnak, de ami lényeg, hogy most nagyon
szükséges volt konténereknek a bérlésére, melyet Mosonmagyaróváron és Győr térségében telepítünk le. Ezen kívül internetes kapcsolatot fogunk biztosítani. Nyilvánvalóan itt az online oktatás és egyéb kapcsolattartása az otthon lévőkkel, az nagyon-nagyon fontos. A Vöröskereszt megyei szervezete rögtön a háború kitörése után segítette az ide menekülőket. Csak Győrben több mint 200 rászorulót segítenek a Zrínyi utcai telephelyen. Ez a cégcsoport a Hegyeshalmi határátkelő helyen is biztosított már 3 hasonló konténert, ami nagyon-nagyon megkönnyíti a raktározási feladatokat. Most a mostani alkalomban itt a alkalommal. Itt a Zrínyi Kórház területére került ez a 2 konténer, amiben a raktározási gondjaink megoldódnak, valamint a széles sávú internet kiépítését is vállalta ez a cégcsoport, és így az itt rekedt menekültek tudnak kapcsolatot tartani a hozzátartozóikkal. Az összefogás Győr országgyűlési képviselője is méltatta, szerinte már sokadik alkalommal állnak jó ügy mellé a városban működő cégek. Ez nem az első alkalom, hiszen a korábbi években már készfertőtlenítőszereket adtak át, vagy éppen sportpályaépítésbe vettek részt, vagy bármiféle segélyszállítmányok logisztikai eljuttatásába, úgyhogy elsőként köszönetet mondanék nektek, cégvezetőknek, akik ismét jelesre vizsgáztatok a segítségnyújtásból. Győr városa is sokat tesz az ide menekültekért, ez pedig az alpolgármester szerint egészen addig így is lesz, amíg szükség van a segítségre. Éppen most szervezzük az oktatást, és most egyeztetjük a bölcsődei és az óvodai ellátást, tehát azokat a komplex szolgáltatásokat, aminek része az, hogy tudjunk tárolni, tudjunk elhelyezni, és tudjuk a normális életet biztosítani, ez is az egyik része. Nagyon szépen köszönjük, és nagyon hálásak vagyunk, és már köszönjük azokat is, akik abban gondolkodnak, hogy Győr városában elhelyezetteket támogatni fogják. A sajtótájékoztatón elhangzott köszönet minden cégnek, szervezetnek és magánembernek, aki a háború elől menekülőket segíti. Neki köszönhetően ugyanis a rászorulók legalább a normálishoz hasonló életet tudnak élni, otthonaiktól távol is. Közlekedésbiztonsági versenyt hirdetett középiskolásoknak az Országos Rendőrfőkapitányság Baleset Megelőzési Bizottsága. A megmérettetés városi selejtezőjét csütörtökön rendezték a rendőrség Szövetség utcai bázisán. 35 győri középiskolás jelentkezett a vetélkedőre, ami egy kreszteszttel indult, majd egy kerékpáros ügyességi pályát kellett teljesíteniük a fiataloknak. A 4 legjobban szereplő diák kvalifikálta magát az április 7-i megyei döntőre. Kereszteztel kezdődött a középiskolások közlekedésbiztonsági kupájának győri fordulója. 35 diák érkezett a város középiskoláiból a Győri Rendőrkapitányság Szövetség utcai bázisára, hogy összemérje a közlekedésről szerzett tudását. A legjobbak a megyei döntőre juthattak tovább. Az Országos Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága idén meghirdette a középiskolások közlekedésbiztonsági kupáját. Ez egy felmenő rendszer középiskolások számára, 3 kategóriában fog ez lezajlani, segédmotorkerékpáros, kerékpáros és gépkocsi vezető kategóriában. Egyedül a kerékpárosok fognak gyakorlati pályát az imént látható területen végrehajtani, többiek csak tesztet töltenek a városi selejtezőn. Aki a léthez ugye hozzáér, már -1 pontot. Tehát próbáljátok meg úgy átmenni szépen egyenesen, hogy ne érintsétek a lecet. A kerékpáros ügyességi pályát mutatja be az egyik szervező, melyet a központ egyik parkolójában alakítottak ki. Ezen kellett kerékpárral végighaladnia a diákoknak úgy, hogy lehetőleg minél kevesebb hibát vétsenek. A hangsúly elsősorban az ügyességen és nem a gyorsaságon volt. Arra próbáltunk központosítani, hogy mindenképpen nem a gyorsaság, hanem inkább az ügyesség legyen a fő szempont. A szlalompálya, illetőleg szűkítőbe behaladás, hogy ne érintse a lecet, szerintem az nagyon nehéz itt a pályán. Van egy-kettő különleges, hogy például le kell hajolni a rúd alatt például. A pálya legnehezebb részén állva maradtak a faelemek, egy kis lábletétel is belefért, a legtöbben ügyesen manővereztek a könnyűnek egyáltalán nem mondható pályán, a végén pedig mindenkinek nagy taps volt a jutalma. Szerintem az előttem levő versenyzőhöz képest egész jól mentem, hát egy picit izgultam, főleg amikor feldolgottam pár dolgot, de volt pálya, hogy egész szépen tudtam javítani, korrigálni, és szerintem összességben egész jól sikerült. Milyen gyakran szoktál biciklizni, és szoktak-e ilyen helyzetek előfordulni, mint itt a pályán?
elég gyakran biciklizek otthon is a hegyekben, és hát szalomozni nem nagyon kell, de vannak szűk helyek. Tehát van, ahol jó nagyokat lehet esni, ha nem figyelsz. Aktuális lehet a verseny időpontja, hiszen beköszöntött a jó idő, így még többen pattannak kerékpára. Majorné bajnok Eszter szerint mind az autósoknak, mind a bicikliseknek érdemes jobban odafigyelnie, ha útnak indulnak. Sajnos az a gyakorlati tapasztalat, hogy főleg itt a jó idő beköszöntével nagyon sok a kerékpáros elütés, és nem mindig sajnos a gépkocsi vezetők a hibásak, ugye, hanem sajnos a kerékpárosok, mert figyelmetlenek, nem tartják be a szabályokat, leginkább az elsőbségi jog meg nem adása az vezet nálunk, és a kanyarodási szabályok kerékpárosoknál baleseti okként. A csütörtöki városi selejtezőből kategóriánként az első három helyezett részesült értékes jutalomban, a négy legjobb pedig tovább jutott a megyei döntőbe, amit április 7-én rendeznek. Az országos finálé májusban lesz a fővárosban, és háromnapos program kapcsolódik majd hozzá. Szombaton idén először ismét kinyit a Ménfőcsanaki piac. A Bezerédi kastély udvarán több mint 50 árus, köztük főleg kézművesek, de a helyi kistermelők is kitelepülnek és árulják majd portékáikat. Dr. Lackovics Takás Tíme, a terület önkormányzati képviselője a környéken élő kérésére a polgármester dr. Dézsi Csaba András támogatásával először tavaly októberben szervezte meg a piacot. A most szombati már a harmadik alkalom lesz, melyre mindenkit szeretettel várnak délelőtt 9 és 12 óra között. Nagy volt a sürgés forgás a Ménfőcsanaki piacon 2021. októberében. A helyiek fordultak a terület önkormányzati képviselőjéhez, dr. Lackovics Takács Tímeához, hogy a városrészben is szükség lenne egy termelői és kézműves piacra. Az ötletet a polgármester dr. Dézsi Csaba András is támogatta, aki saját maga is részt vett az eseményen. Tavaly novemberben egy adventi piaccal folytatódott a sorozat, az idei március vége pedig nem csak az igazi tavaszt, hanem 2022 első csanaki piacát is elhozta. Szombaton szervezzük meg a harmadik Ménfőcsanaki kézműves és termelői piacot. Már most nagyon sokan jelentkeztek a termelők és a kézművesek, közel 50-nél jár a kiállítók száma, fogalmazhatok így. Többségében a kézművesek vannak most, de bízom benne, hogy már tavasz végétől és nyáron azért még több termelő is fog jelentkezni, főként itt a városrészből vagy a környékről. A lakosok már nagyon várják ezt az alkalmat, és azt mutatta az eddigi két alkalom is, hogy nagyon népszerű a Ménfőcsanaki piac, úgyhogy folytatásra van ítélve. Ahogy a helyiek eddig megszokhatták, most is a kézműves termékek széles választékával várnak mindenkit. Tojás, kézműves sajtok, szörpök, lekvárok, befőttek savanyúságok, csili és dekorációs kiegészítők is várják az érdeklődőket. Minden hónap utolsó szombatja lesz a Ménfőcsanaki piacnak a napja, úgyhogy ezzel lehet számolni, illetve próbálunk az elkövetkezőkben minden piacnaphoz egy másik eseményt is kapcsolni, így a következő áprilisi alkalommal az egészségpiac kerül megszervezésre a piaccal párhuzamos. Mik a visszajelzések egyébként az emberektől, mi az, amit kapsz a piaccal kapcsolatosan? Nagyon-nagyon pozitívak a visszajelzések, hogy nagyon örülnek, hogy végre ez a helyi igény megvalósult, és hogy hát legyen folytatás, és legyen folyamatos a piac. Van, aki azt mondja, hogy ne csak havonta kerüljön megrendezésre, hanem sűrűbben. Én úgy találom, hogy ez a havi rendszerességű, ez lesz talán a megfelelő. Most szombaton tehát 9 és 12 óra között várják a vásárolni vágyókat, de azokat is, akik csak nézelődnének vagy beszélgetnének egyet a helyi termelőkkel. A megyében is dübörög a Speed Marathon, a rendőrség már hagyományosnak tekinthető. Évente egyszer meghirdetett 24 órás Trafipax razziája reggel 6 órakor kezdődött a régióban is, és egészen péntek reggelig tart majd. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózatának kezdeményezéséhez csatlakozva hajtják végre akciójukat az egyenruhások, a helyszíneket pedig ezúttal is az állampolgárok javasolhatták. A megyében közel 100 helyszínen élesítették a sebességmérőket, Győrben 8 helyen, de a környéken is sok útszakaszon különösen is érdemes betartani a sebességhatárokat. Mindkét sávban haladókat mutatta a rendőrök háromlábújának kamerája. Ötevény főutcáján az egyes főúton mérték az arra közlekedők sebességét a rendőrök az úgynevezett Speed Marathon akcióban. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózata, más néven a Roadpol, 2022. március 21 és 27 közötti időszakban fokozott ellenőrzést hirdetett, amihez a rendőrség is társult. Speed Marathon néven a rendőrség fokozott sebességellenőrzést hajt végre,
Európában, Európa tagállamai, minden állam egy napon, egy időben egy témára koncentrál, tehát a sebességre, és a mai napon nálunk is a megyénkben ezt hajtják végre a kollégák, reggel 6-tól másnap reggel 6-ig mérik a helyeken a sebességeket, tehát 24 órában. Az öttevényi helyszín csak egy a sok közül a 24 órás ellenőrzés során. Győrben a Galántai úton este 9 óra után, a Tihanyi Árpád úton éjjel 00:30-tól, a Veres Péter úton hajnali 14:30-tól, az István Király úton hajnali 17:30-tól, míg a Bárka utcában folyamatosan mérik majd a sebességet. Az akció célja, hogy az állampolgárok, a közúti közlekedésben résztvevőket felhívjuk a sebesség megfelelő betartására, alkalmazására, mert ezeknek a szabályoknak a megszegése, ez nem csupán anyagi vonzattal, büntetéssel, károkozással jár, hanem sérüléssel és nagy Isten még emberéleteket is követel. A megyében második helyen áll a gyorshajtás a baleseti tényezők között, így ennek megelőzése a cél. A rendőrség most nagyon kiemelten kezeli a vezető baleseti okokat, és a megyénkben az idei évben 23%-a sajnos a sérüléses baleseteknek a gyorshajtás, a sebesség nem megfelelő alkalmazása, és a tavalyi évhez viszonyítva ez csak egy minimális növekedést mutat. Hát a legfontosabb sajnos vezető baleseti okunk az elsőbségi jog megnemadása, a második helyen szerepel a gyorshajtás, harmadik pedig a kanyarodási szabályok benemtartása. Ellenőrzésre számíthatnak holnap reggel 6 óráig a megye szinte mindegyik településén, továbbá a főutakon is. A helyszíneket az alapján választotta a megyei kapitányság, hogy mit mutatnak a baleseti statisztikák, továbbá, hogy mik voltak az állampolgárok javaslatai. Március 28-a az endometrózis nemzetközi világnapja. Ebből az alkalomból az országban több helyen is tartanak előadásokat a nőket érintő alattomos betegségről. Endometrózisról akkor beszélünk, ha a méh nyálkahártyája, azaz az endometrium a méh üregén kívül is megjelenik. A betegség steril gyulladást és következményes összenövéseket, hegesedéseket okoz, ami idővel erőteljes hasi fájdalmakhoz vezet. Dr. Börzsönyi Ágnes szülész, nőgyógyász, szakorvos, a Győr Plusz állandó rovatának szakértője, már korábban is számtalan nőgyógyászati témában nyújtott segítséget az olvasóknak és a nézőknek. Március 28-án lesz az endometriózis nemzetközi világnapja, ennek kapcsán kérdeztük őt a nőket érintő alattomos betegségről. Endometriózis alatt azt értjük, hogyha a méh nyálkahártya, tehát endometrium a méh üregén kívül bárhol a testbe fordul. Hát leggyakrabban a kismerencét borító hashártyán, általában a hüvely, és a, vagyis a méh és a végbe közti térbe, a leggyakoribb a méhet tartó szalagokon, a hólyag gotborító hashártyán vagy a petefészkekbe. A doktornő arról is beszélt, hogy legtöbbször a menstruáció előtt és után is jelentkező markáns hasi fájdalom utal a betegségre, de számos más tünet is előfordulhat. A leggyakoribb tünetei az a fájdalom, az alhasi fájdalom. Általában a menstruációt megelőző napokban már jelentkezik, illetve a menstruáció után is pár nappal még tarthat. Ez általában nem valami egyszerű kis beveszek egy nospát jellegű fájdalom, hanem annál az erősebb. Van, akik gyakorlatilag a mindennapi munkavégzésbe, tevékenységbe is ez gátol. Nem tudnak munkába menni, otthon kell maradniuk, több gyógyszert kell bevenni, de van, hogy ez sem segít. Tehát a legfontosabb a fájdalom és a meddőség egyébként gyakori ezeknek a nőknek a körében. Az endometriózis a termékeny korban lévő nők 5-15%-ánál fordul elő, terméketlenség esetén 20-30, fájdalmas menstruációs görcsök esetén 40-60%-ban ez a probléma áll a háttérben. A kialakulásának okát a mai napig nem sikerült felfedni, de a legfontosabb, hogy a tünetek bármelyikénél szakorvoshoz kell fordulni, hiszen ha a felismerés időben történik, akkor a műtétet is el lehet kerülni. Gyakorlatilag a nők reproduktív életkorában bármikor, tehát egész fiatalon is, tehát van 20 éves betegem, akit operáltunk, tehát mondjuk egy petefészek ciszta, ami ez az úgynevezett csokoládé ciszta, ami az endometriózisra jellemző, például akár 18 éveseknek is lehet már, tehát ez nincs ennyire életkorhoz kötve. Nyilván egy menopauzában levő nőnél már nincsen endometriózis. Hát a kezelése, tehát van akinek ugye műtéti, ez mindenképpen meg kell próbálkozni gyógyszeres kezeléssel először, mert ha még elég az elején csípjük el, akkor akár elég lehet, ugye ez a hormonális kezelés, hormonokkal lehet kezelni.
A világnap kapcsán országszerte előadásokat szerveznek a téma szakértő orvosai, de nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a legtöbb betegség megelőzhető és orvosolható, ha valaki rendszeresen részt vesz a nőgyógyászati szűrővizsgálatokon. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb péntek este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.